Szabadon bocsátotta egy török bíróság pénteken a kémkedéssel és terrorszervezetekkel kapcsolattartással vádolt amerikai lelkipásztort Andrew Brunsont. Az ítélőszék egyúttal 3 év 1 hónap börtönnel sújtotta a lelkészt, de mivel már majdnem 2 éve tartották fogva, Brunsonnak nem kellett töltenie a büntetést. Az elejétől azt állítottuk, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, mondta a lelkész ügyvédje. Védencem ennek az ügynek az egyik áldozata, Törökország pedig a másik. Ankara és Washington kapcsolatának nem kellett volna ilyen feszülté válnia. Az ítéletet nem fogadjuk el. Fellebbezünk és élünk jogainkkal, abban bízunk, hogy felmentik. Donald Trump amerikai elnök Twitteren azt üzente, bízik benne, hogy a lelkész rövidesen hazatér. Az utolsó bírósági tárgyaláson Andrew Brunson felesége is megjelent. Mivel az ítélőszék feloldotta a tiszteletesre eddig érvényben lévő utazási tilalmat, Brunson elhagyhatja Törökországot.